a Székkínék Keresztes Monika képviselőasszony. Következik, parancsoljon képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót, tisztelt országgyűlés képviselőtársaim! Az új magyar nemzetnevelés töltse meg a nemzetet alkotó tömegek lelkét eddig nem ismert tudatos igényérzettel. Ez az a feladat, melyet a nagy megpróbáltatásokon átesett magyar nemzeték vezető szellemei részére az idő kijelölt. S mert a pedagógiai feladatot végzetesen szükségesnek érezzük, szükséges az is, hogy minden ember, aki felelősséget érez a magyarság iránt, ezt a parancsot idejében és makacs következetességgel kimondja, ismételje és megtartsa. Hiszünk a magyar műveltség elmélyülésében, és ha elég bátrak vagyunk hozzá, egy egységes, osztályok feletti és minden osztály öntudatát mély árammal átható magyar műveltséget teremthetünk, hogy az egyéni jellemű és szellemi magyarságot egy önként vállalt nagy pedagógiai kísérlet segítségével egységes szellemi igényérzetre neveljük. A már említett Márai Sándor Röpirat a nemzetnevelés ügyében című könyvéből idéztem, melyet 1942 nyarán írt. Háború után fizikailag és szellemileg porig rombolt Magyarországon. Csak a veretes fogalmazás sejteti, hogy nem ma íródott. Tartalma 2011. novemberében is él, hiszen nekünk is fel kell építenünk egy minőségi oktatási rendszert, mely tudatos rombolás és igénytelenség következtében vált kaotikussá. Üdvözlöm tehát a bátor felvállalást és áldozatos munkát igénylő törvénytervezetet, mely előttünk áll, és a rövid időre való tekintettel most csak egy új elemét szeretném külön kiemelni. Az általános iskolákban a nevelés-oktatás délután 4 óráig biztosítani fogja a gyermekek tanrendbe illeszkedő értelmes foglalkoztatását. Ennek része a mindennapos testnevelés óra mellett a művészeti oktatás, melyet nagyon-nagyon fontosnak érzek. Tudományos kutatások sora bizonyítja, hogy a művészet, kiemelten a zeneoktatás a gyermek fejlődésének legfogékonyabb szakaszában, kisiskolás korban kifejezetten segíti a két agyféltekének rendeződését, harmonikus működését. Képes kivédeni, illetve kezelni a tanulási nehézségeket, egészséges lelkületre, szépre való fogékonyságra nevel, a rendszeres ének és hangszeres tanulás nem utolsó sorban állóképességre és tartalmas időbeosztásra is késztet. Nagyon fontos tehát, hogy az Európában kiemelkedő magyar zeneiskolák profiát, ugyan nem csorbítva, egyre több általános iskolában megfelelő kidolgozás után a középiskolákban is működhessen a műveltséget adó és boldogságot eredményező igényes művészeti zenei oktatás. Nem kevesebb felelősség van a kezünkben, mint jövőnk táptalaja, a gyermek. Ennek teljes tudatában örömmel támogatom a jelen törvénytervezet elfogadását. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen.